Ez a mai tartalomjegyzék. Kunhalmi Ágnest ígértük az elejére, és itt is van. Jó estét kívánok, tiszteltel köszöntöm Önöket. Jó estét. Ezek a jogsértések, amik az első témánkat jelentik a beszélgetésünkben, amik a választási kampány kapcsán lepleződnek le, ezek minden esetben lelepleződnek, tehát a jogorvoslat lehetőségét lehet kérni, és meg is kapják azok, akik ezt kérik? Lehet kérni, de nem kapjuk meg. Például nem csak a fideszes alpolgármester bukott le azzal, hogy az önkormányzat logóját használja, és lényegében az egész apparátust is használja a Fidesz, mint állami, mint önkormányzati szinten a kampányolására, hanem például egy újabb kamupárt, egy egyesületet is, egy Fidesz által is gründolt egyesület az, amelyiket mégiscsak elindítottak az utolsó utáni pillanatban a 18. kerületben, úgy, hogy a mi választási delegáltunk, tehát az összellenzéki együttműködés a 18. kerületben, a választási delegáltja kérte, hogy hasonlíthassa össze ennek az Agora Lokálpatrióta Egyesületnek az aláírásait a fideszesékkel és az MSZP-s aláírásokkal. Természetesen tegnap 2 órakor elutasította ezt a fideszes többség, amit lényegében beismerésként titulálunk. Ez nincs automatikusan joguk? 14 óta van joga arra, nem véletlen, 14 volt az első olyan nagy választás, amikor a kamupártok, hát a 18. kerület vált az egyik nagy híres kerületté pártá, vagy kerületté és mintává, hogy a kamupártok, hát több szavazatot vittek el a kamupártok tőlem, amikor 56 szavazattal kikaptam egy 70%-os részvételnél, mint ami a fideszes és köztem volt. És most megint ugyanezzel a módszerrel próbálkoznak mindenhol, lényegében lassan leplezetlenül. Tehát ennek az egyesületnek a polgármester jelöltje azzal dicsekszik, hogy 3 óra alatt összegyűjtötte az aláírásokat, ami lehetetlenség. Mi 5-6-7 éve ott vagyunk a kerület. Folyamatosan tartjuk a szimpatizánsokkal a kapcsolatot, és akkor, amikor elindul az aláírásgyűjtés, akkor is 70-80 emberrel megyünk ki, és megyünk neki kopogtatni ajtóról ajtóra, kitelepüléseken, és így is 4-5 nap kell, mire 4000 háztartásban minimum el kell jutni, hogy a polgármesternek és a 18. kerületben a 14 önkormányzati képviselőnek meglegyen a megfelelő mennyiségű aláírása, lehetetlenség. És hát lényegében egy hétvéggel a gyűjtötték hát össze. Egy ilyen kis egyesület látja csodákra képest. Kis egyesület, ami egyesületet az egyesület csinál, és nem pártot saját látja. Bevallása szerint az önkormányzat asszisztálásával hozták létre. Azt kérdeztem, hogy nincs automatikusan joguk érdekelt, érintett félként arra, hogy betekintést nyerjenek ezekbe az aláírás. Korábban volt, tehát válaszoltam, korábban volt, csak 14-ben hoztak egy olyan országos választási bizottsági határozatot, ha jól tudom, amely ma már elutasíthatja a választási akkor bizottság. Most tud a felebezni. Hát persze, és már feljelentést is tettünk, tehát számunkra persze csalás megalapozott gyanújával, hogy mennyire állja ez meg a helyét. Igazából a választások után tudunk majd érdemben, ha sikerül nyerni, akkor darabra kivizsgáljuk. Ide a stúdióba a Havanna lakótelepről jöttem, 3 hölgy jött le, és mondta, hogy a Gyorskocsi utcába behívták őket. A 18. kerületből csak 1000 embert, majdnem 1000 embert hívtak be, azért, mert valakinek, egyik hölgynek, akivel most találkoztam 20 perce, 9 pártnál, kamupártnál volt ott az aláírása, a másiknak csak 4-nél, Kassai Dánielnek. Ez még a tavalyi kampányból ez a, a 2014-es. A 2014-esnél tartanak most. És most majd akkor mikorra lesz meghatározva, hogyha a 18-as kamupártoknál kiderül. És most azt biztos, hogy ez ember, ez tényleg 1000 ember? Tehát ez nem egy 900 lózunk. Valahány ember, és nem blózunk, hát ezek onnan számok. Hát a Gyorskocsi utcában azt mondták, hogy még egy 18. kerületit meglátnak, hát már úgy járnak be a kerületiek a rendőrségre. Egy szegény papa azt mondta a Lőrinci piacon, hogy 70 éve nem hívtak be a rendőrségre, és amikor megkaptam az idézést, azt mondja, majd szívinfarktus kaptam. De ez nem vicc. De ezt a 901 néhány embert ettől a 3 hölgytől tudja, vagy rendőrségi forrásból? Nem, ezek rendesen 18. kerületiek belettek hívva. És de ezt honnan tudja, hogy 900 valahányan belettek hívva? Tehát mind a 900-al beszélt? Nem mind a 900-al, de nagyon sokkal. Ezt valahol megkaptuk hivatalosan, tehát utána jártunk ennek, felhívtuk, érdeklődtünk, de ez nagyon komoly, szerkesztő úr. Tehát itt hány szavazattal vesztett? Én 56-tal.
Egy 70%-os részvétel. Az egy érdekes játék, de ez csak gondolati játék, hogy ha bebizonyosodik, hogy itt csalás volt, akkor kérhetné a választás megismétlését. Hát, mert a 2014-est ugyan már minek. Nézze, óriási, meg a 18. kerületben Pesszent Lőrinc, Pesszent Imrén nem dőltünk hátra 14 után, hanem felszívtuk magunkat, nagyon sokat dolgoztunk, és volt a kerületben egy óriási revansvágy. Több mint 3000 szavazattal vertem rá a Fideszre most, 2018-ban. A lakosok revansot vettek, és nagyon bízom abban, hogy október 13-án ezek a lakosok újra elmennek, és Sztanislaw Sándorból polgármester lesz. És a csapata győzni fog, mert egyszerűen fölháborítónak tartom, hogy ilyen kamupártokkal, kamujelöltekkel, kamuegyesületekkel az utolsó pillanatban becsekkoltatják az embereiket, és leplezetlenül, pofátlanul használják az adóforintokat arra, hogy csalást kövessenek. A rendőrség megállapítja, hogy 2014-ben csalás volt, és az ön veresége annak volt köszönhető. Ön hogy tud kárpótlást kapni azért a vereségét? Én megmondom őszintén, hogy 4 évig nem tudtam megnyugodni. Szóval 4 évig én tűkön ültem, volt bennem egy nagyon, nagyon erős revansvágy. 18-ban kaptam egyfajta lelki békét, és az, hogy sikerült egyéni országgyűlési képviselővé válnom egy ilyen politikai rendszerben, egy ilyen választójogi törvény mellett, az egy óriási siker, de igazából akkor nyugodnék meg, ha egy ilyen rendszerben az ellenzék egésze tudna Magyarországon eredményeket elérni. Közel 53%, 52,6% már 2000, most is a tavaszi országgyűlési választásokon a Fidesz ellen szavazott, csak nem voltunk egységesek. Nem véletlen, hogy a Fidesz minden eszközt bevet arra, hogy most a legtöbb helyen összellenzéki együttműködés van, óriási jó dolgokat lehet városokban, eredményeket lehet elérni. Nem azt mondom, hogy az elmúlt 10 év elvesztegetett ellenzéki együttműködésének a hiányát most hirtelen be lehet pótolni, mert sose hazudnám ezt a választóknak. De Budapesten, a nagyvárosokban, a megyei jogú városokban nagyon sok helyen olyan áttörő sikert lehet elérni, ami 10 éve nem voltunk ilyen közel. Ha pedig jól értettem előbb a szavait, a kárpótlás az a 2018-as egyéni győzelme volt. Igen. Jó, akkor ezt a dolgot most lezárhatjuk. Oktatás. Az oktatás politikusa az MSZP-nek úgy mellékesen még mindig, miközben kampányol ezerrel. Igen. Gondolom van véleménye mondjuk a debreceni 3 milliós iskoláról. Hú, de arcpirító ez is. Hát egyik ámulatból esek a másikba, és még megpróbálták először letagadni a polgármester, hogy a gyerekét odaíratta. Szóval ez is állami forintokból felhúznak egy nagyon komoly magániskolát, lényegében beismeri a Fidesz, hogy az a központosított, lerongyolt, tönkretett állami oktatás, oda a saját gyerekeiket se iratnák be. Hát nem szégyelik magukat. Hát van képük ennek a polgármesternek is belenézni a debreceni gyerekeknek, a szüleiknek a szemébe. Hát leszakad a képemről a borszerkesztő. De kinek van évente 3 millió forintja tandíjra? Nem tudom, hogy mekkora polgármester úrnak a fizetése. Tehát mekkora lesz az iskola? Milyen a vagyonosulás? Hány gyerek jár majd abban nyilván, az iskolában? Én úgy tudom, hogy egyébként elég szépen már a jelentkezés is, csak a regisztráció 100 ezer forintba került. Akkor a jelentkezés, akkor regisztráció állítólag még 200 ezer forint, a tandíj, és itt 6-7 éves gyerekekről beszélünk. Tehát a felháborító ebbe az. Nem, most hogy... várjon. Azt mondja, hogy az, hogy én bejelentkezem, hogy a gyerekem járhatna-e oda, hogy ezt a kérdést felteszem, az egy fizetnem százas. Kell? Az egy százas. Hát persze. Ez biztos. És hogyha nem veszik fel, nem kapja vissza. De tényleg így van? Hát így, hát ott van, az újságban lehet olvasni, milyen feltételek vannak, ott van egyébként a, gondolom, az iskolának a honlapján. Hát mondanám, hogy kipróbálom, de hát így 100 ezer forintomra, megmondom, hát nézze, ha, bele, ha ez a 100 ezer forint egyébként a magyar átlagbéreket nézzük, vagy a nyugdíjasoknak a helyzetét. Jó, de azért kérdeztem, hogy a 3 milliója évente kinek van. Hát, tehát, hogy ez vajon hány ember? Aki nagyon gazdag ember, aki valahonnan vagyont szerez magának. Annyival jobb lehet egy iskola, mint a közoktatás, hogy megéri ennél... ezt a 3 millió forintot? Hát ennél csak jobb lehet. Ami ma állami oktatás címén zajlik, ne haragudjanak, de annál csak jobb lehet bármi. De nem pedagógus függő, és biztos, hogy a legjobb pedagógus egy olyan iskolában van, ahol 3 millió a tandíj? Nem, nagyon jó pedagógusok vannak az állami iskolában, kizsigerelve, megfélemlítve, frusztráltak, nem kapnak megfelelő mennyiségű és minőségű taneszköz, segédletet, agyon dolgoztatják őket, most jött ki a kutatás, 64 vagy 65 órát dolgozik átlagosan egy pedagógus, az első 3-5 évben elhagyják a pályát, most vannak az 50-esek, a gerince a pedagógus hadnak, azok viszik az egészet a hátukon, túloráztatják őket, és köszönet helyett fenyegetést kapnak, hogy ugye az állami
iskolába az államra fogtok szavazni. Mert hogy egyébként a Lőrincen most egy kis pedagógus, hogy lemerészkedett a lakótelepen, és elmondta, hogy milyen körülmények vannak. Ott is jártak politikusok az iskolában? Nem ott tanít Lőrincen egyébként a hölgy. Tessék? Ott is jártak Lőrincen politikusok az iskolákban? Az óvodákban? Szerintem igen, nem figyeltem, de átadni egy új kakaós bögrét, vagy valami hasonlót? Nyilvánvalóan igen. Nem tudja. Nem figyeltem. Én a lakukkal vagyok elfoglalva. Azon töprengek, hogy az hogy lehet, hogy ebben az iskolában 3 millió a tandíj, miközben ugyanazt a tananyagot kell tanulniuk, mint az összes többi iskolában. Ugye a köznevelési törvény módosítása az pont arról szólt, hogy nincs kivétel. Szerintem nem kell ugyanazt tanulniuk, mint hogy az egyházi iskolákban sem kell ugyanazt tanulniuk egyébként. Hát a törzsanyagot igen. Igen, de sokkal több lehetőség van egyébként, sokkal szabadabban tanulnak, nem kell ugyanazt tanulni. Az egyházi iskolában is például a nemzeti alaptanterv nem kötelező, az egyentankönyv nem kötelező. És most Kövér László azt mondta egyébként, hogy támogatni kell az egyházi iskolát, és én ezt arcpirítónak tartom, mert lassan 3,5-4-szeres az állami támogatás egy egyházi iskolába járó kisgyereknek, mint az állami iskolába járó kisgyereknek, és igenis követelem azt, mint országgyűlési képviselő, hogy adják meg az állami iskolába járó gyerekeknek ugyanazt a pénzt, mint például az egyházi iskolába járónak. És még valami, amikor magániskolába viszi egy fideszes, azt is beismeri, hogy egyébként tudja, hogy mit kellene adni a gyerekeknek. Tudja azt, hogy egy sokkal kreatívabb, 21. századi, modern, szabadabb, más módszerek alapján a képességfejlesztésre és nem a biflázásra koncentráló közoktatást kellene Magyarországon is megvalósítani. Ez egyébként az ország versenyképességének, a gazdaság, az ipari teljesítményének is az alapja kellene, hogy legyen. Tudják, de ezt nem adják meg. Ezt én aljas dolognak tartom. 4500 álláshely van az oktatásban betöltetlenül, gondolom nem a 3 milliós iskolában lesznek a betöltetlen álláshelyek, viszont ezt meg úgy tudta meg a 24 pont, hogy a KSH-t kereste meg, mert hogy a kormányzati források nem voltak hajlandók elárulni a számot, hogy 4500. Sőt, hát az nagyon soknak Hát ezt mondtam, tehát a kormányzati források meg azt mondják, hogy nincs pedagógus hiány, és egyébként is én mit hazudozok, mert az a 4500-5000 már lement 1500-ra. Mert hogy a beütöttük... A statisztikai hivatalt nem értesítették erről élek szerint. Még egyszer mondom, ebben az országban rendszerszerű és országos pedagógus hiány van. Nagyon sokan mentek el a pályáról, nagyon sokan jelentkeztek eddig, de idén ez megtört. Tehát az előző évekhez képest most már a jelentkezők száma is csökkent valamennyivel, megtorpant. Tehát az a sikerpropaganda már itt sem igaz, amit a Fidesz mond. És a következő években nagyon sokan nyugdíjba fognak menni. Fogalmunk sincs egyébként, hogy ezt honnan fogják pótolni. A béremelés leállt, az a béremelésnek az egyik szakaszát, az utolsót meg se adták. A költségvetésben nincs további béremelés, tehát semmilyen eszköz, semmilyen pénz nincs arra, hogy vonzóvá tegyék a pályát, vagy megbecsüljék a pályán lévőket. Viszont van jó hír. Meg akarom nevettetni itt a végén, jó? Tehát elkészült az új nemzeti alaptanterv. Na hát, hiszem, ha látom. Mert hogy eddig... Hát, Kásler Miklós már látta. Igen? Hát ő mondta, hogy Káslernek nem hiszek semmit el. De az lehetséges, erről majd sem önök, sem az ágazati szakszervezetek semmiféle információt nem kapnak, hanem egyszerűen csak az lesz, hogy itt van, tessék. Nem csak, hogy mi nem kapunk, vagy a szakszervezet, hát rendben van, az is egy pofátlanság. De hogy még a pedagógusok se is csak úgy fogják majd, hogy egyszer csak az orruk alá teszik, és meg se kérdezték őket egyébként, hogy mit kellene abban a nemzeti alaptanterbe viszont látni. Én félek attól, hogy nehogy visszajön tényleg a vagy nagyobb prioritást élvezzen a hátrafelé nyilazás, a tüzönjárás, vagy egyéb olyan dolgok, amit Kásler úr szokott mondani. Azok fontos képességek. Hátrafelé nyilazni. Tudom, háromból két gyerek szerint sok minden haszontalan, amit az iskolákban tanulnak, de hát hátrafelé nyilazást még nem tanulnak. Hát attól félek, hogy még azt is megláthatjuk. Képviselő azt, hogy köszönöm szépen. Én is köszönöm.